Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Ma, amikor így kialvatlan szemekkel nézünk egymásra napközben, akkor ennek valamennyien tudjuk az okát, hiszen mai nap is, és az elmúlt héten, illetve még ezen a héten, ma is, mai napon is egy közvetítés folyik a televízióban, a rádióban, az pedig a riói olimpiának a közvetítése, amelynek, hogyha kíváncsi vagyunk a magyar vonatkozású döntőjére, akkor bizony hajnalban is föl kell maradnunk. Ezért néz ki talán az én szemem is így, bár igazán csak a kajak döntőkre várok, hogy ezt majd meg tudjam nézni. Beszélgetésünk, mai beszélgetésünk apropóját ez adja. Hiszen városunkban él egy olyan ember, akit valamennyien ismerünk, és remélem, hogy nagyon sokan tudjuk róla, hogy ezelőtt 20 esztendővel ő is olimpikon volt. Mai vendégünk nem más, mint Uzsoki János. János, kedves szeretettel üdvözöllek. Üdvözlök minden egyes kedves nézőt és hallgatót. Nagyon köszönöm a meghívást, és jól esik, hogy 20 év után újra szinte egyszerre ülünk le, mert ha jól emlékszem, pontosan 20 évvel tartottam egy élménybeszámolót, amint te is ott voltál, és talán ezen kapcsán is jutott eszedbe, hogy ismételjük meg egy ilyen beszélgetést, akár a mai aktualitásoknak megfelelően. Jól emlékszel, János, mert 20 évvel ezelőtt volt valóban Ács Bálint barátunk hívta össze ezt a megbeszélést talán, vagy élménybeszámolót, vagy tök mindegy, hogy hogyan nevezem, de minden esetre először volt életemben, nem hazudok, másodszor volt életemben, hogy olimpikonnal találkoztam. Az első az Deme Mihály, ha jól emlékszem a keresztnevére, bocsánat érte, ő kajakos volt és olimpiai ezüstérmes volt, azt hiszem K2-esben, de ez most már messze vezetne, nem érdekes. János, nagyon örülök, hogy el tudtad fogadni a meghívásunkat, mert annyi minden történik már az olimpiákkal kapcsolatban, hogy mindenképpen szeretném, hogyha visszanyúlhatnánk, én most már ezt a 20 évet, lehet, hogy te is, ezt a 20 évet én már olyan szinte történelmi távlatnak gondolom, hogy érdemes visszatekinteni, mert 20 év az már egy akkora idő. Kérlek szépen, János, beszélj arról, hogy egyáltalán hogyan kezdted ezt az egész tevékenységet, hol folytattad a pályafutásod, mert tudom, hogy egy időre a városunkat is el kellett ezért hagynod, és végül is hogyan sikerült ez a valamennyien kedves nézőnk, ha belegondolunk, egy 210 tagú, akkor egy ilyen nagy létszámú válogatott olimpiai küldöttség vett részt az olimpián, az atlantai olimpián, és annak voltál a tagja. Azért 10 millióból 210-ben benne lenni szerintem az egy nem rossz teljesítmény, különösen majd, amiről remélem, hogy beszélsz, mert a sportágad, távolugrás, az egy külön fejezete volt, meg egyáltalán az atlétika, hát ugye ez a világ legszebb dolga. Rengeteget kérdeztem, János, átadom a szót, és légy szíves erre a sok kérdésre, próbáld meg összefoglalni, hogy mit tudsz mondani. Tényleg föltettél egyszerre nagyon sok kérdést. Talán ami, tehát hogyha az elején kezdjük, akkor tényleg az elején kezdjük. Valóban mondhatom, hogy ezt abszolút kisgyermekkoromban már elindult az, hogy ugye innen nem messze jártam óvodába, és már ott kergetőzéssel kezdődik az iskola. Minden egészséges gyermek óvodás élet, kergeti. Az még nem volt olyan jelentős, de utána, hogy iskolába átkerültünk vele szemben, most a katolikus iskola, az volt még a Rákóczi út iskolának talán az első, vagy egyik kirendelt ilyen tagozata, és ott nekem az osztályfőnököm Furka Angéla volt, Vegérné Furka Angéla, és Draskovics Márti néni volt a tanár. És ők voltak azok, akik, na ott már egy háromszor akkora udvar van, és ez a háromszor udvaron már kijön a különbség, hogy kifut gyorsabban. Az óvoda lényegesen kisebb, könnyebben legyen a gyerekeket egybe tartani, na azon a nagy téren már kijött. És mindig eljátszottuk egyik, ha így belemehetek, a Megkelek című rajzfilm, biztos a én korosztályom, a tied is, de mint szülőként, hogy a legkedvesebb rajzfilmek között volt, és szerintem, ha mostani gyerekeknek ezt levetítik, imádni fogják, ott mindig egy cégértáblát le kellett verni a falról, hogyha valami mesterséget nem tudott a Megkelek. Na is, ez volt a játéknak valahogy a lényege, emlékszem, és mindig volt egy ház, ahol ő menekült, és ebbe a házba kellett elmenekülni, és voltak fogók. A játék baromi gyorsan ment, addig még én nem kerültem ebbe a játékba bele, mert engem senki nem tudott elkapni. És ezt tényleg így mondom, hogy ugye mindig egyre több fogó volt, és soha, ha 30-an voltak, se bírtak. És akkor ekkor jutott eszébe, ugye ez délután egy dolgot Márti néninek, hogy mi lenne, ha lemennék a sportpályára, és ez már a második osztályban megtörtént általános iskolában.
És akkor én lementem a atlétikai pályán, levittek, és úgy, ahogy volt, ott is maradtam. Tehát onnan nem lehetett engem elmozdítani. Tehát, hogy összámolom, 8 éves voltál, igen, János. Igen. Valójában 1979-ben, 80-ban van már, nekem megvan a kék könyv, mindent elraktam, hogy én akkor igazolt versenyzője voltam már magyar mezőtúri atlétikai és futballklubnak. A MAFC-nak. A MAFC-nak, így van. Igaz. És hát innen kezdve elindult, nyilván gyerekkori versenyekkel, gyermekkorban versenyeztünk. Ez még heti két edzést jelentett, nem is szabad többet, én jelenleg is azt mondom, többet mozogni. És innen szépen voltak jó elődeim, tehát olyan csoportba kerültem bele, mint Barta Gyula volt az edzőm, és utána Bagdán Sanyival, Karolért, ők nagyon fiatal edzők voltak, de előtte már olyan csapat volt lenne a sportpályán, mint a Sipos Jancsi, aki nagyon jól futott 800 méteren, és még nem mindig ő is tartja 14 éves korban 1.57.98-ra az országos legjobb eredményt. Akkor az Iglódi Ervin, Tiba Jancsi, ők voltak előttem, hát ugye őket meg még jobban megelőzte Szűcs Karcsiék, akik ugye a Városházán dolgozik most, és az ő csapata, ott nagyon sok jó dobó volt. Uh-huh. És aztán jöttünk mi egy nagyon jó csoporttal, úgymond ugró csoport, az a Tiba Jancsi, Iglódi Ervin, én, akkor Pabas Zsolti volt bennem még, Vékony Feri ezt a csapatot erősítette, és Pintér Ági, hogy a lányok közül is említsek olyan nevet, aki szinte, tehát amikor ő is pályára került, azt hiszem első évben rögtön 4 ország vagy 5 országos bajnoki címet nyert, tehát verhetetlenné vált. És ebből a csapatból sikerült úgy felnőnünk, hogy egymásnak borzasztó nagy erőt adni edzéseken, hogy menjünk tovább, mert nagyon unalmas 10x200 métert lefutni. De ha lehet közben vicceskedni, hülyéskedni, akkor egy csapatba ez könnyen megy. Tehát ez egy 40 perces edzés, és már a másodiknál a csapatban nem egyken hánynak. Tehát egy ilyen terheléstől folyamatos hányás volt. Csak gyorsan kapcsolva, aki most látta a Hosszú Katinkának a 200 méter hátas döntőjét, és ott ugye kikapott 600-addal, ő kijött a vízből és hány. Tehát ez egy óriási teljesítmény az emberből, és amikor mindent kiteszel magadból, akkor igenis ezek jönnek. És ekkor mondtuk mindig, hogy nem barátnőt se válogattunk nagyon az edzőtársaink közül, mert nem mindig szépek a leggyönyörűbb lányok sem ezeken az edzéseken. És tehát innen mezőtúrral utána én, ahogy elkezdtem ezeket a versenyzéseket, jöttek, hál' Istennek jöttek az eredmények a csapatba, és tehát amire mindenen túl a legbüszkébbnek mondom magam, és egyszer Zsivolszky Gyulának, a Kalapácsvétor olimpia bajnoknak a könyvét, ha olvastad, vagy nem olvastad még, de ez nem. Egy nagyon-nagyon jó könyv, majd kölcsönadom. Kölcsönkönyvet nem veszek egyébként, nem fogadok el sem, mert nálam marad. De én beleírom a nevemet, és én nekem van egy füzet. Akkor lesz egy autogramos emlékem, még igen. Jobb. És vissza fogom követelni. Tehát Zsivolszky Gyulának a könyvében. A könyvében azt, amikor ő a világcsúcsot dobta len Debrecenbe, akkor az olimpia előtt, akkor ő azt mondta, hogy ő nem is az olimpia bajnoki címére a legbüszkébb, hanem azt, hogy ő a világhoz hozzátett 2,5 métert, amit az ő világcsúcsa jelentett akkor. Tehát, hogy ő akkor, ő volt a legjobb abban 2 év vagy 3, amíg nem döntötték meg a világcsúcsot, és én is így vagyok, hogy nagyon sok szép eredményt tényleg sikerült elérnem, 28-szoros magyar bajnoki címet szereztem, tehát annyiszor álltam a dobogó tetején, talán 18-20-szor voltam magyar válogatott, de az, hogy én 86-87-ben Bagdán Sanyi vezényletével a serdlő országos csúcsot ugrottam 7 méter 12 centit, tehát 8. osztályiskolomban, ezt még jelen napig nem döntötték meg. És ez már jövőre lesz 30 éve. Hány centi volt ez, János? Ez 7 méter 12 centi. 7-es, 12-es. Igen, tehát nem is ugrott még soha senki 7 métert Magyarországon, 15 éves korosztályig, tehát én vagyok az egyetlen ilyen ugró. És összesen 5 ilyen országos csúcsot tartok még, amit, tehát ezek körülbelül 25-től 30 éves korig, tehát nem döntötték meg egyet sem, amit én akkor létrehoztam, és ezt nyilván nem csak az én érdemem, hanem az edzőké is, tényleg Barta Gyuszinak és Bagdán Sanyinak is nagyon sokat köszönhetek, mert én tudom, mint hogy most is edzősködök, hogy egy edző milyen sokat tesz hozzá. Kimondottan 18 éves korig szerintem az edző múlik, hogy a gyerekből mi lesz, utána viszont a versenyzőből. Na, szóval az eredmények jöttek, és megvoltak ezek az országos bajnoki címek, már válogatott is lettem, nagyon fiatalon, emlékszem éppen mostanában a Sándor Jancsi barátommal, hogy
találtunk képeket, hogy nyolcadikos ballagásra azért nem tudtam elmenni ott lenni ballagásra, mert életem első válogatott viadala, vagy a ballagás között kellett választani. És én voltam az iskolának, a Rákóczi iskolának a zászlóvivője, ugye, és hát ezt át kellett adni, ezt a feladatot, és akkor a jó pattársammal osztottam meg, hogy akkor a Vili Sándor Jancsi vitte a zászlót helyettem, és adta át nyilván a hetedikeseknek, mert én akkor úgy döntöttem, hogy a magyar válogatottat szerettem volna Pozsonyba képviselni, és ráadásul úgy, hogy 3 évvel fiatalabb voltam a többieknél, mert a többiek előttem megsérültek, nem tudtak, és akkor én voltam a következő, aki vele, és még így 3. lettem, máig emlékszem, és Szergej Bukka mellett ültem a díjkioszt előtt. A Ródogró, Szergej Bukka, világcsúcs, többszörös világcsúcs, tartom, ilyen 2 centinként változtatta. 1 centinként, mert neki minden évben a Nike 1 millió dollárt adott neki minden csúcsért. Igen, erre gondoltam, mert hogy egy nagyon okos versenyző nagyon volt, és a menedzsere is nagyon okos volt. Gondolom, igen, hát ők ezt nagyon jól irányították akkor. Mindegy, tehát Pozsonyban voltál a ballagás helyett. Ballagás helyett, igen. Ez, akkor ez sajnos még többször rányom, de az életutadra biztos vagyok benne, hogy a sportért valamit igen, fel kellett áldoznod. Ez mindig érdekes kérdés, hogy áldozat. Szerintem mi, akik annyira szeretjük a sportot, nekünk sose volt áldozat. Tudom, nem, nem áldozat. Tehát nekünk ez a jár, kötelező út, amit járni kell. A többi volt mellette inkább, ami megéltük. De hogy nem áldozat, hogy azt mondták, mikor az olimpián hazajöttem, hú, hogy nem voltál itt, milyen buli volt. A gyerekek, mondom, én szerintem egy sokkal nagyobb voltam. Hát, hogy szóval én azt mondom, hogy ti nem voltatok ott, hát, ahol én voltam. Hát és nem hiányzott, hogy nem voltam itthon, mondjuk egy buliból hiányoztam, mert el kellett mennem valahova. Sose volt probléma számomra, hiszen én ott akartam lenni, ahova mentem. De ez elhatározás is borzasztó. Én úgy gondolom, mert látom a mostani gyerekeken, hogy nincs ez, hogy nem tehát kikapni is el kell tudni menni egy versenyre, mert azért, mint mondtam ott, mondjuk 3 évvel fiatalabb voltam, de 3. lettem. Tehát ez egy óriási dolog volt, hogy egy bronzérmet vettem át. Tehát nem mindig nyerni megy az ember, hanem tudni kell helyén kezelni, hogy itt, ha oda kerülök, az is nagyon jó. És na szóval, hogy itt tartottunk, hogy már 17 éves vagyok, mondjuk 16 éves, és akkor jött az Bagdán Sanyinak, akkor már ő volt az edzőm, hogy el kell menni, ezt a salakpályát el kell hagyni. Tehát ez nem alkalmas a mi felkészülésünkre, meg a torna, mert hogy jönnek az eredmények. És ő akkor járt a szakedzőire, a TF-re Budapestre. Bocsáss meg, hogy szabadulok, de az eddigi eredményeidet kizárólag mezitúri felkészüléssel érted el, amit a 17 éves korról, 16-17 éves igen, korodig elértél, beleértve az ifjúsági csúcsot, amit már napig tartanak, te tartasz, és nem tudták megdönteni. Azt itteni felkészüléssel. Itt, igen. Tehát a fedett pályán úgy ugrottam országos csúcsot, ami jelenleg is 6 méter 71 centivel országos csúcs, hogy nem ugrottam távolt. Egyszer se. Nem oda mentem, és ugrottam. Ott. Itthon, tehát úgy nem, én is ezt tartom, ilyen pszichológiai felkészülés, hogy kell távolt ugrani, el kell mondani. Tehát itt nem az, hogy gyere fiam, ugorj, hanem majd én elmondom, hogy fogsz ugrani akkor, amikor lesz rajta szögeztipő, és lesz gödör előtted. És el lehet magyarázni, mert nekünk is sikerült, nekem is sikerült így bajnokságot nyeretni gyerekkel, hogy meg nem tudom megmutatni, nem lehet ugrani, de elmondom, hogy kell. És én ezt hiszem, hogy meg lehet a gyerekekkel, hogyha jól a kapcsolat meg el. És velem is sikerült, tehát az országos csúcs jelenleg is 6 méter 71 centi 15 éves korban, így van, mert azt javította, nyárra lett belőle 7-12, úgyhogy nem ugrottunk, tehát egyetlen egyszer se. Gratulál. Bagdán Sanyi azt mondta, hogy itt a salakpályán már tovább nem tudsz fejlődni. Bocsánat, lehet, hogy nem így mondta, hogy most már tehát tovább kell lépni. Itt mi történt akkor? Itt akkor ugye mondtam a szakedzői járat a TF-re, a Székesfehérvár Videótonnak a vezető edzőjével, Hírt Karcsival, és egyszer csak kipattant belőlük így a nyáron, körülbelül így augusztus elején, hogy menjünk el, megvesz minket a Videóton. Ötönket. Tiba Jancsi, Iglódi Ervény, Pintér Ági, Pabar Zsolt és én, az edzővel együtt Bagdán Sanyival. És ezt írtó, akkor még édesapám is élt, és kocsiba ül, és gyorsan megnézzük, hogy hova, milyen iskola, hogy lehetne, milyen szállást kapunk, és ezt gyorsan levezettük úgy, hogy szeptember 1-én be voltunk iratkozva az iskolába, és ott oda jártunk Székesfehérvárra a Videótonba, akinek volt fedett pályája, egy ilyen felfújható sátor, de rekordtámpája, a Videótonnak a futballstadionjában volt egy 6-sávos rekordtámpája, tehát az lényegesen jobb lehetőségekkel, és elkezdtük ott a felkészülést, és ahogy elmentünk következő évben, meg
azonnal sikerült egy, még egy országos csúcsot ugranom, az ifjúságit is, az 752 centi, ami azóta, az 87-ben volt, azóta is megdöntetlen országos csúcs, és aztán sikerült kijutni az ifjúsági világbajnokságra, és jöttek az eredmények tovább, és tehát ugyanúgy minden bajnokságot tulajdonképpen ekkor már megnyertem. Tehát mondjuk 13 évesen távolulásban harmadik voltam, 14 évesen távolulásban második voltam, 15 éves koromtól kezdve aztán végignyertem. Tehát utána nem kaptam ki országos bajnokságokon. Nyilván más versenyen ki lehetett kapni, hát főleg úgy, hogyha idősebbek voltak. De hát én ugye nagyon hamar belelöktek engem, és mentem a idősebbekkel. De szerencsére teljesen ívelő volt. Egy-két sérülés bejött sajnos, ami talán az izomzatomnak köszönhetően még viszonylag engem az atlantai olimpia után volt egy cikk a Népsportban, a szilveszteri számában, hogy aminek a szalag címe az volt, és nem is tudom, nagypapa mondta, hogy biztos, hogy te mondtad, hogy az volt a szalag címe, hogy elpusztíthatatlan paraszt gyerek vagyok. És ez egy kétoldalas, középen egy nagy cikk volt, és hát én arra gondoltam, hogy engem az olimpia előtt is elszakadt a keresztszalagom novemberben a főiskolán, és műtét nélkül vállaltam azt, hogy megpróbálok felkészülni, tehát és 6 hónapra rá a kézilabda tanáromnak, akinek az óráján történt, ő a női kézilabda csapatnak volt a edzője, és a reptéren találkoztunk legközelebb. És teljesen ledöbbent, és leült, hogy mit keresek itt. Mondom, én megyek oda, ahova akarok, tehát mondom az olimpiára, és mondom, aztán nyilván egy hosszú beszélgetés volt, hogy mi történt utána velem, de hát, hogy voltak sérülések, amiket hát ugye ezt nagyon nehéz egy sportolónak elviselni, és hogy jössz ki belőle, tehát amikor megtörténik, mert egy pillanat dolga, és abból mit csinálsz majd, tehát fölépíteni, hogy a regenerációra igenis hagyok időt a szervezetemnek, mennyi, azt mondja a doktor, hogy 8 hét jó, akkor 3 hét alatt én rendbe jövök. Akkor az, hogy a 3 hét sikerüljön, tehát több mint felére levinni, ahhoz mi kell, akkor mennyi gyógyszer kell, milyen gyógyszer, az dopinglistás-e, arra odafigyelni, hogy másomat ne károsítsam, mert ha egyik lábad elszakad, akkor utána a másikat elkezdett terhelni, és el fog szakadni a másik. Tehát, hogy ezt úgy rendbe tartani, hogy ne legyen ilyen. Tornászoknál nagyon sokan van, hogy egyenletes mozgás kell, ugye elszakad az ahilles, elvágják a másikat azonnal, azért, hogy egyformán gyógyuljon. János, nem mondja ezt horror. Ez egy régi módszer volt, remélem már nem tartják, de hogy azonnal műtik a másikat, vágnak rajta, hogy egyszerre tanulj meg járni mind a két lábad, megint egyformán tudjál futni, mert ott a szimmetriának fontos szerepe van. Tehát maradjunk inkább a középfülnek az egyensúlyozó képességénél, mert én ezt nem bírom hallgatni. Igen. János, és még tudom, hogy még számtalan, és még kérdezni is foglak egyébként erről, amiről remélem, hogy az eddigihez hasonló érdekességet fogsz elmondani, de ez most tényleg megviselt ez a kileszvágás, ugyanis nekem volt egy félig szakadásom, úgyhogy azt tudom, milyen fájdalommal, meg milyen mással jár, meg gyógyulási valóban idővel, de én nem tudom a szervezetemet így befolyásolni. János, elérkezett 1996. Tudom, hogy készültél, mert hiszen minden sportoló, akinek ilyen eredményei vannak, milyen más cél lebeghet a szem előtt, persze, hogy az olimpia. Elmondanád még azt is, hogy hogyan sikerült egyáltalán, mert nem volt egyszerű. Tehát itt nem olyan egy olimpiára kijutni, hogy én most majd kijutok. Tehát itt egy nagyon komoly megmérettetés után kellett ezt elérned, de tudtad elérni. Ez nagyon-nagyon komoly munka. Tehát ez is régről kezdődött, 1984-ben kezdődött, hogy én olimpián akarok indulni. Ültem a Petőfi úti házba, ami nem messze van itt, és néztem a színes tévét, és Carl Lewis fogja az zászlót, és fut körbe, hogy megnyerte a 100 métert. És azt mondtam, mert egy ilyen versenyén is ott akarok lenni. Ugye 84 Los Angeles-ről beszélünk. Los Angeles, igen, de ez a Csonka olimpia volt. Csonka, a magyarok sajnos nem tudtak indulni, így van. Így hát van. Ezt külön beszélgetésünk lenne egyébként, de furcsa módon 3 sportvezetőnek azért sikerült kimenni, az egyik ma is közszereplő. Igen. De ezt nem akarom tovább. Igen, tudni. Hát ez egy érdekes olimpia volt. Na minden, nekem is így kezdődött, hogy én akkor láttam, és emlékszem máig is, hogy hol ültem, hogy néztem a tévét, és hogy mennyire szurkoltam, és én akkor döntöttem el, hogy én akarok, de akkor ugye még csak mozgolódtam a pályán. És tehát innen indult, és aztán onnan indult, amit előbb említettem, hogy 95 novemberében sajnos elszakadt a keresztszalagom, de szerencsére a lendítőt érdembe, és akkor az engedett arra lehetőséget, hogy nem üttessem meg, mert Barkos Berkes professzor páros, aki akkor annak idején a sportkórházban műtött keresztszalagos betegeket, ők azt ajánlották, hogy próbáljam meg.
És innen kezdve, tehát én nekem felrakták egy járó gipszet, felraktak a lábamra, mondták, hogy ezt 8 hét múlva levesszük, én 4 hét múlva levágtam, mondom, minden rendben van, elmentem a gyógytornára, hogy gyógytornász, ugye a TFN ott van nem messze a sportkórháznál, azt mondta, hogy bementem, és azt kérdezte tőlem, hogy mikor vágták le a gipszet, mondom, 7 perce. Azt mondta, hogy 4 hét múlva jöjjek vissza, mert akkor lesz, mondom, 4 hét múlva én 200 kilóval fogok gugolni. Tehát én nekem most van 4 napja arra, hogy megtanítsa a gyakorlatokat, és azt mondja, ez nem lehet, ő nem vállalja a felelősséget. Jó, mondom, leülhetek? Azt mondja, igen, mondom, végignéztem két csoportnak a munkáját, hogy mit csinálnak, és én onnan kezdve többet nem mentem oda, hanem ezt én fejbe raktam, és elkezdtük. Nem volt internet, nem volt utána nézek, hogy mit csinálnak mások, meg hogy fölkészülnek, hanem azt, amit ott láttam, munkát, akik ugye voltak friss sérültek, idősebbek. Én mindent előre, a frisseket az nem foglalkozunk vele, az mert te már nem voltál friss. A születési, meg el volt döntve, hogy azzal nem kell nekem foglalkozni, az megy. A legnehezebb gyakorlatokat, amit ők csináltak, mondjuk 10-es szorzót, hogy ennyivel kell ismételni, 100-150-nel kezdtem el csinálni. Tehát én rögtön a 10-szeresét annak, mint amit kiadtak, amit 4 hét múlva kellett volna, én már aznap. Tehát nincs megállás. Egyetlen amerikai módszer volt számomra, ami elfogadható, mivel mindenem el volt szakadva, már nincs mi elszakadjon. Tehát akkor mindent bele. Tehát a végkimerülésig lehet csinálni, mert nincs már. Az izmaimat úgy meg kellett erősíteni, a négyfejű combizmot, hogy ez egy hálót képez itt a térden, és lent a patellánál fölött tapad, itt most mutatom, itt van a patella, de a térde, a négyfejű combizom jön, és akkor egy ilyen hálót. Ennek a hálónak kellett olyan erősnek lennie, hogy kiváltással a keresztszalagot. Igen, hogy ez segítsen. Na most ennek a hát ennek vetettem alá magam, hogy ez mindenképp a legerősebb legyen. Máig nem ér a lábam azt a vastagságot, mint az ugrólábom bal, tehát sose. Úgyhogy egy lábbal 160 kilóval tudtam gugolni. És tehát úgy, hogy egy lábbal legugoltál, 160 kiló volt rajtad, igen. És utána azzal, az rendben, hogy legugoltál, de föl is álltál. Természetesen, igen. Tehát azért nem páros lábbal kezdtem el a gugolásokat, mert akkor rögtön csak az ugrólábomat fogom el erősíteni, egy kicsit félredőlve az ember is a másik lábán gugol. Nyilván tettem ezt is, és én 4 hét múlva 220 kilóval gugoltam. Tehát tudtam azt, amit én mondtam. Amit megmondtam. Tehát én azt tudtam. Nekem edzésnapom van 30 éve, és minden le van jegyezve, úgyhogy ebbe is le van írva, úgyhogy igazolni tudom, ha nem hinnél nekem. De én az ember szavában hiszek, hogy az ember olyan. Úgyhogy ezeket megtettem, de mint hogy minden sport, az izmot a legkönnyebb egyébként regenerálni, tényleg 6 hét alatt mindent vissza lehet állítani, szinte. Nem ez volt a legnehezebb, hanem futni, megtanulni. Tehát, hogy újra futni, úgyhogy az egyik lábam sánta. Mert, tehát az a technikát, minden mást, a terhelést, a lépéskiosztásnak mindent újra kellett a technikát tanulnom. Hiszen itt centiméterek döntenek, hogy a dobbantó deszkára hogyan érkezel. Igen. János, én ezt nem tudtam. Én azt tudtam, hogy ez amivel kijutottál az olimpiára, ez egy 8 méter fölötti ugrásod volt. Igen, 808 pontosan. 808-as. Hát így most már könnyű lesz megjegyezni. Hát 8 méter 08-at nekem például két részletben, de inkább most már háromban inkább lehetne megugrani. Vasan nekem de ezek szerint, ami mögötte volt, János, hát ez egy irtóztató munka. És én nem véletlenül használom ezt a szót, hogy irtóztató, mert ez méltán az előbbi akilleszes történetednek a párja lehetne. Hát, és a kérdésem, bocsáss meg, mert ugye az időnk rohan, és az élményekkel az rendben van, hogy beszélünk, de én még szeretném azért, hogyha a mai dolgokról is beszélnénk. János, ki tudtál jutni az olimpiára? Kérlek szépen, mesélj az atlantai olimpiáról, mégis a feelingről, az érzésről, hogy egy nemzetet képviselhetsz ott, amit én el sem tudok képzelni, mit jelenthet. Én amikor mögöttem volt valamilyen, akiket bizalmából kerültem oda arra a helyre, az szorítja össze még most is a torkomat, akkor vajon mi lehetett az, amikor egy nemzetet képviselve úgy állhattál ott, ahol álltál? Nagyjából nem mérhető semmihez. Tehát, hogy te is tartottál. Talán csak az olimpiára. Igen, talán. Ahhoz mérhető még egy olimpiához. Te is tartottál beszédeket már nyilván 30-40-300 ember előtt. Tud izgulni az ember, hogy fellép, és egy kis druk van. De amikor az a stadion 90 ezres fő volt abban a stadionban, és én pontosan, ugye hát
Kárluizékkal versenyeztem együtt. Ezt bocsáss meg, hogy egy másodpercre megállhatnám Kárluiznál. János, én nagyon szépen kérlek, hogy aki esetleg nem tudná kedves nézőink közül, János, mondd el, hogy ki ő, mert szerintem az atlétika egyik zsenie volt, és hogyha az atlétik egyik zsenie, akkor az emberiség egyik, és nem véletlenül mondom, az emberiség egyik büszkesége kell, hogy legyen. Igen, hát valóban a mostani versenyzőim se ismerik már a Kárluiz nevét, mert történelem. És az... ezt már tanulni kell, mert ő már ugye nem versenyzik. Szóval Kárluiz 9-szeres olimpiai bajnok, és mielőtt még a Michael Phelps megjelent a világon, és ő ugye most már a 23 lett a vége. Igen, most 21 volt, és 22-23 azt hiszem. Fejezte be, tehát ő volt az, akinek 9 olimpiai bajnok, és az volt a legtöbb. És ő az az ember, aki 4 egymást követő olimpián, távolugrásban meg tudta védeni egymás után az olimpiát. Tehát amiről beszélni, Los Angelesben nyert, és utána nyert ugye Los Angeles, utána 88 Szöul, 92 Barcelona, 96 Atlanta, és ő ebben a 4 olimpián, mind a 4-ben megnyerte a távolugrás. Rajta kívül még egy pár ember van, és most már Phelps is beletartozik ezek közé, akik ezt megtehet, ez egy szenzációs nagy dolog. Tulajdonképpen mindenki számolja azt, hogy a 4 év, vagy a 4 olimpia, az 16 év, egyébként csak 13. Tehát ugye, mert a következő nem kell készülni, tehát köztes év az csak 13, de hogy addig a világ tetején lenni olimpián, és az olimpia versenyt megnyerni, azt látjuk most is, hogy iszonyú nagy küzdések vannak a döntőben, teljesen más verseny, mint az eddig, az előttiek. Na szóval, hogy mennyire izgul az ember egy ilyen versenyen, nem tudod felmérni azt, hogy milyen ágyat kaptál. Tudsz-e benne aludni? Mert ha kipihened magad a verseny előtt, az nagyon fontos. Nem szabad túlpihenni magad, nem szabad fáradtnak lenni, de ha jó az ágyad, mekkora az ágyad, amit kapsz azon a faluban, hogy alszol. Mert étkezni rengeteg van. Tehát étkezni tudsz, kontinentális étkezés, mindenki meg tudja oldani, amit neki akarsz. Tehát óriási étkező, ott 4000 fős volt az étterem, az egyik, amivel be lehetett menni, éjjel-nappal nyitva volt. Tehát ez nem probléma. Mindent meg tudsz oldani, de hogy tudsz-e pihenni rá, hogy az ágyad megfelelő-e, hogy a szobatársad az-e, akit te választottál, ugye, mert minket beosztottak, de mi nálunk is ment, hogy kivel legyünk beosztva az edzők. Ezért erre figyeltek. És utána pedig az, hogy ez a nagy verseny, ez hogy történik. Magyarországon elindulunk egy versenyen, 2 órakor volt a távolugrásnak a kezdés, akkor én 1:10 elindultam melegít, 50 perc nekem elég volt, ha jó idő volt. Bemelegítettem, oda mentem, kimértem a nekifutást, ugye, és ugrottunk. Ezen a versenyen 5, és akkor mondjuk, ha voltunk 20-an, ezt akkor már összesen a melegítés elejétől a végéig 2,5 órát végeztünk mindennel. Na most itt 3-at ugrothatunk csak ugye a selejtezőbe, 5 óra alatt fejeztük be. 5 óra a melegítéstől a végéig, ez 5 órába tellett. Az 2-szer annyi. És addig, míg az utolsót leugrottam. Tehát elkezdtem a melegítőfutás, utolsót leugrottam, az 5 óra volt. Tehát borzasztó. Tehát ezt így tartani, az izomzatot frissen, tehát ez nagyon-nagyon nehéz feladat, nem lehet felkészülni rá. Tehát ilyet nem... Hiába mondom az, mert én tettem versenyzőimmel, amikor meg kellett tanulni, például Kumpeti volt egy nagyon jó versenyző, 200 méteres döntőt kellett futni ekkor, közben 3-ast ugrani 20 perc múlva. És akkor edzésen megcsináltuk, hogy futottunk egy selejtezőt, 200 méter, leültünk 40 percre, beszélgettünk, visszament, futott még egy 200, és utána ugorjál 3-ast. És így, hogy ezt csináljuk meg edzésen, hogy mi fog történni, mert nem fogottó, ezt nem lehet lekövetni, ha nem csinálod. És az első edzésen alig bírt 3-ast ugrani, a harmadik edzésen meg tökéletes, és az OB-n megnyertük a 3-ast. Tehát, hogy ezt fölépítettük. Na most nálunk... Már megint a szervezetről és a befolyásolásról van szó. Igen, és János, szerintem valami olyat mondtál most ki, ami történelmi, és amit most még nem tudunk, hogy mi hosszú Katinka titka. Nem tudom, hogy igazam lesz-e, mert majd én már nem is fogom megtudni, és majd meg fogod, szerintem ebben a dologban van valami, nem nevezzük önszuggesziónak, de most nem itt tartottunk, bocsáss meg, hanem ott tartottunk, hogy a hosszú ideig tartott ez a felkészülés. Tehát igen, ez a verseny. Hát ami ebbe működik, hogy van az olimpiai stadion, és ettől mondjuk ott legyen, 5 kilométerre volt a belemelegítő pálya. Nem úgy, mint mellette, hogy most szokott venni, mert egy baseball stadion volt, nem volt, hanem messze busszal vittek minket. Ezen a melegítő pályán. Tehát bemelegítetten jöttetek át busszal. Igen.
És ezen a melegítő pályán elkezdtünk melegíteni, ahol van sátor, ahol masszőrök vannak elhelyezve, jeges fürdő, már akkor volt, amit én Hosszú Katinka most akar bevezettetni, hogy legyen jeges fürdő. Már akkor volt jeges fürdő, mert a regeneráció egyébként mondjuk egy ilyen 2 nap, és abba beleülsz, és 30 perc alatt megtörténik. Tehát ez ilyen. És elkezdtünk melegíteni. Amik itt jönnek, hogy ugye melegítünk, mindenki, fiatalok, látjuk, és hogy miért nincsenek itt az öregek? Tehát, hogy miért nem melegít Kál Luiz? Mert ő mindent tudott. Kis Balázsék dobtak bent kalapácsot, és tudta, hogy a deal, az amerikai deal, aki második lett mögötte, húzzák az időt, mert hogy nem ment annyira a dobás. És 1 órát fogunk csúszni. Luiz már tudta, mi nem. És amikor én kész voltam, és azt mondtam, hogy menjünk a melegítéssel be, ugye be vagyunk osztva, bomba biztosan átvizsgálnak, akkor még 5 centinél nagyobb felirat nem lehetett sehol, mindent letakartak, az a cipőben rajtam, amit én leadtam előzetesen, hogy megvan, megmérik a szöget, mindet, hogy 9 mm nem lehet nagyobb, ezeket megvizsgálják, akkor nem lehetett telefon, fényképezőgép, mindent elvettek tőlünk, ha valaki bevitt volna, nem, akkor még az volt a szabály, nem lehetett külső segítséget igénybe venni a versenyre. Most már lehet az edzővel kommunikálni, mert teljesen tulajdonképpen úgymond nem volt élhető a szabály, mert mindenki akarta tudni, hogy mennyire vagyok a deszkától. Azért ez fontos dolog az ugrásokban, de hát minden egyes számnak megvan a sajátja, hogy mi fontos. És fölülünk a buszra, és akkor Luiz odajött. És mert hogy szólítanak pontosan, hogy 14 óra 48 perckor fognak szólítani, ez így van, tehát persze pontosan meg, hogy mikor kell ott legyél. És nyilván szólítanak be a A csoport a A buszba, a B csoport a B buszba. És ülünk is szálltunk föl, ugye ott van idő beszélgetni még a melegítőpályára, átmegyünk a stadionba. És akkor ott beszélgetünk egymással néhányan, akik már versenyeztünk egymással, hogy vagy, milyen, hogy sikerült az év felkészülés. És amikor már majdnem teli volt a busz, tehát 30-an voltunk abszolom abban a csoportban, és már majdnem teli volt a busz, akkor száll föl Luiz. És ami beszélgetünk, akár mint ahogy most is, egyszer csak csend. Ilyen néma csend. És senki meg nem mer szólalni, mert felszállt a király. Felszállt a király, és leült a buszra, és egy szó nem hangzik, mintha temetésre mennénk. Egy szót nem mert senki se szólni, onnan kezdve, hogy Luiz fölült erre a buszra. És egyetlen egy gyerek mert oda menni hozzá, az pedig én voltam. Te voltál, ezt akartam, azért mutogattam, én mert voltam, ezt nekem elmesélted 20 évvel ezelőtt, igen, így van. Oda raktam ezt a szöges cipőt neki, hogy hát angolul nem sokat tudtam beszélni, nyilván köszöntem neki, és magyarul elmondtam, hogy én nagyon messzire jöttem, és azért, hogy nekem egy autogramot adjál nekem erre a szöges cipőre, és azt mondta, hogy nem. Hoppá, tényleg? Azt mondta, hogy nem. De én továbbra is mondom, én még mindig itt vagyok, mindig nagyon messziről jöttem, és szeretném aláíratni veled. És azt mondta megint, hogy nem. Busz még nem indult el, és én elővettem akkor a alkoholos ficet, odaadtam neki, hogy és akkor harmadjára aláírtam. Harmadjára aláírta nekem, és én akkor végigvittem akkor a világcsúcs, a Mike Powell, Joe Green, aki harmadik lett, aztán végül is később, Robert Emilian, Európa csúcstartó, Ivan Pedrozo, aki később olimpiának lett az olimpiai bajnoka, Jamie Jefferson, aki még egy kubai 870-es távlugró, és aztán hazajöttem Szalma Lacival is, mint a legnagyobb magyar távlugróban is aláírtam. Szóval csak én mertem hozzászólni, és utána elindultunk a valóba, vagy a stadionba, ott az 1 óra. Ő akkor kezdett el melegíteni, mikor beértünk oda, és ott a stadion alatt van még egy általában, vagy raktárban általában beépítve, vagy melegítő pálya, hogy még ott gyülekezni kell annak a több száz embernek, aki a várja a pályára, ott egy rekordtan pálya szinte ki van öntve, és akkor ő ott kezdett el melegíteni. Én már elfáradtam, már kész, már folyt a víz rólam, tehát kész voltam. Tehát én már ilyenkor versenyezni szoktam, és nem. 1 óra eltelik, Kis Balázs olimpiai bajnok, közvetítésekben lehet látni, hogy én szaladok be hozzá elsőnek, mert pont vezettek be, amikor ő megy a tiszteletkört, ugye kalapácsetek nem szoktak futni, mert azt nem bírnak annyit. Igen. És akkor én pacsizok először vele, hogy megvan az olimpiai aranyérme, és aztán mentünk. De ez 1 óra csúszás megint csak. Hát nem egyszerű dolog ezt fizikailag megélni az izomzatnak, hogy 1 óráig csinálj semmit, úgyhogy úgyhogy mert tulajdonképpen és már nem tudod, hogy mi történt, vagy. De én nem tudom, Luiz tudta, hogy mi fog történni, és ő nem melegített. Ő megnyert 1,5 órát valójában. És aztán elkezdődött a verseny, óriási
verseny volt, és amit mondtam, hogy hát, hogy az edző kapcsolat fontos. Na most a 90 ezeren teli volt a stadion, mert a Michael Johnson futott a 400 méteres szemifinál döntőbe jutást, és ehhezért bejött mindenki. Meg a Carl Lewis, meg a táblaugrást nézni, mert ugye leggyorsabbnak kell lenni, és legmesszebb kell ugrani. Tehát csak ez, ennyire egyszerű a feladat. Ez ennyire egyszerű, igen, és valamit eldobni nagyon messzire, ez a gerelyhajítás általában. Tehát ezek ilyen alap dolgok, amit nagyon szeretnek az emberek. A többi körítés. Értem. Amikor csak köröznek ott a futók, igen, hát igen. Ez dögunalom, és igen. Akkor nem tudják, hogy mi játszódik le közben. Igen, és tehát tulajdonképpen tehát ezt nagyon, nagyon nézi a közönség. És hát a verseny is úgy kezdődött, hogy sajnos tehát egyetlen egy edző nem volt velem. Tehát volt egy edző kijelölve, egy ilyen nagyot halló bácsi volt, aki a UTI-nak volt egyik edzője, és azt mondta, utólag találkoztam, hogy hol tetszett ülni? Hát azt mondja, valahol ott fönt. Mondom, én is gondolom, hogy valahol ott, semmit nem találkoztam. Tehát egyedül volt ez az olimpia. 90 ezer emberből nem mehetsz ki, mert nincs. Tehát a melegítés nem úgy van, hogy fogom magam és futok egyet, mikor ott futkároznak máshol, tehát nincs ilyen lehetőség. Kaptam is egy sárga lapot, mert én azt tettem, hogy mert ülnöd kell egy helybe. Hogy tartod magad? Óránként ugrasz egyet, és egy helybe kell ülni. Nem tudsz melegíteni. Hát azt lehetetlen. És én mindig megcsináltam azt, hogy amikor láttam, hogy Louise utánam ugrott kettővel, amikor Louise elkezdett melegíteni, én beálltam mögé, és együtt futottunk, mert ő neki nem volt sárga lap. Ő mehetett. Én ezért kaptam, mert minden egyes futásnál hát mögött, és egyszer csak elkapott egy versenybíró, és megintett, hogy ugyanúgy két sárga lap után kiállítás van. Tehát ja, ugyanaz. Opa. Ugyanúgy két sárga lap kiállítás. Tehát azért tétje volt akkor ennek. Igen, persze. Tehát én ezt nem sokan nem tudják, hogy ebben a sportágban is van sárga lap. És én mentem, de hát úgy sokkal gyorsabb volt, nem mindig elhagyott. De hogy ezzel tudtam magamat ismerni. Tehát úgy mondom, tehát kell az, hogy csibészség legyen az emberbe, és itt az olimpián is használni kellett ezt. És én sajnos az első két ugrásomat beléptem. És én ezt máig sajnálom, mert én azóta is, tehát úgy gondolom, hogy én megugrottam az olimpiai szintet első kettőre. Mennyi volt a szint, János? 8 méter volt. Az kerek az, 8 hogy méter, ugye? Kárlóz is elhibázta az első kettő, csak ő harmadikra ugrott 8-0-0-át, és az a bejutott a 12 közé. És nincs videófelvétel. Te 8 centivel több beljutottál ki, tehát 808-at. 808, igen, de ezt azon a versenyen kell ott ugrani. Hát jó, tudom, persze, hogy az eredmény és, az mások. És harmadikra 7-82-t ugrottam, ami egyébként a negyedik legjobb ugrásom volt az életemben addig. Tehát az ő is az a 22. lettem a 60-ból. Tehát világraglista 44. voltam, és előre léptem így. Én úgy gondolom, hogy végül is jól sikerült az olimpia, de nagyon-nagyon szoros. És akkor még mondok egy olyat, amit nem tanultam, de valakitől, máig nem tudom megmondani kitől, hallottam öreg olimpikontól, hogyha baj van bent egy olimpiai stadionban, ahol 90 ezer ember tombol. Mert nem tudjátok elképzelni, mi az, amikor a 90 ezer ember elkezdi azt, hogy USA. USA, ez belülről, így dobog a belsőd. Tehát nem te irányítod a szívdobogásodat, hanem és így érzed belülről. Tehát szenzációs élmény volt. Na és akkor én ugye két belépett ugrás után borzasztó ideges az ember. Én 94-ben Helsinki-ben kijutottam az Európa-bajnokságra, és kétszer így jártam, de nagyon fiatal voltam. Akkor az első felnőtt világversenyem volt, és harmadikra 7-11-et ugrottam. Hát az nagyon kevés. Tehát, mint mondtam neked, 8. koromban 7-12-vel tartottam az országos csúcsot, és felnőttem, mert 7-91-jel kvalifikáltam akkor magam, 7-11-et ugrok. Tehát az ember nem tudta, hol van, mit kell csinálni. És ugyanígy vagyok az olimpiai döntőbe, és éreztem, hogy most ez nem lehet, tehát így nem lehet szégyenlen lejönni, valamit kell tenni. És akkor szóltam egy versenybírónak, hogy ki szeretnék menni WC-re. Nem kellett, de ki akkor szeretnék menni WC-re. Ketten megfogtak, levezettek ott, ahonnan följöttem. Tudtam, hogy van időm 40 perc, mondom, gyerünk lemenni, és akkor lementem a WC-be, és ez általában egy zárt hely, fogja az ember. Magára zártam, fölültem a WC-re, és akkor egy 30 perces, másodperces koncentrálás. Becsukott, levegő visszatart, és koncentrál, hogy mit akarok csinálni, ne zúgjon a tehát csak az ugrásra koncentrálni, meg az előtte lévő 20 évre, amit ezzel töltöttem, hogy mit fogok, még egy ugrásomban. És akkor kijöttem, mondom, vécére nem kellett mennem, kijöttem, visszavezettek, és már oda jön akkor, hogy fúj a szél. Merről fúj, melyik zászló. Az első, ami 10 méterre van tőlem, az hogy áll, és a deszkánál hogy áll. És ha nem egyformánál, akkor számíts ki. Nem légpisztolyosok vagyunk, de számít, hogy mekkora széllökések vannak.
És akkor nekifutottam, nyilván, tehát mondom, végig semmiféle segítséget nem kaptam senkitől, ezt mind egyedül old meg, és akkor ugrottam egyet, és leesek, és mondom, nem sikerült. Tehát mondom, olyan 7:30, ez még ilyen. Nekem most nagyon nehéz megszólalnom, de mégis közben kell szólnom egyrészt, mert ezt fölidézni az emlékeket, azt tudom, hogy nagyon nehéz magam tapasztalatából is. De úgy gondolom, hogy ezek az emlékek és ezek a teljesítmények, ezek valami rettenetesen tiszteletre méltóak. A maiak is, de az akkoriak talán még inkább, amiről majd később remélem azért pár szót tudunk beszélni. Leugrottál, leérkeztél, János, és akkor én pedig megpróbálom kicsit nagyon vidámabbra fenni, hidd el, hogy nem szívesen teszem. Hát függetlenül ez vidám, ezek nem azok a dolgok, csak hogy nagyon nehéz. Csak azért nem mindegy. Igen? Hát igen, tehát én, és kivök a gödörbe, és úgy érzem, hogy 7:30, és nem sikerült az, amit dolgoztam. Ebben csak 20 év munkája volt. Igen. Tehát azért úgy elment, mint egy pillanat. És ahogy sétálok vissza, kiírják, hogy 7,82 m. Búh. És akkor ütött meg még jobban, és akkor mi volt az első kettő? Ezt 7:30-nak éreztem, és 7:82, és azokat éreztem 7:90-nek. Tehát akkor valószínű, hogy jobban az 8 méter 20-as ugrások akkor voltak, 8 méter fölötti ugrások, és simán benne vagyok az olimpia legjobb 12-ében. Ami ugye a nagy döntő, kis döntő, és akkor másnap ugyanabb a kis döntő. Még abból és akkor együtt versenyeztél volna, igen, például a királya. Így is együtt versenyeztem. Na jó, igazad van, csak úgy, hogy a döntőt is együtt. Ugyan, csak a döntőt is együtt. És ezt azóta se talál meg a videót róla. Tehát Luis ugrik, a többiek megvannak, de az, hogy én ugrok, nem meg rajta vagyok sok videón, de hogy az én ugrásaim nincsenek meg. De ott vannak bent, János. Igen, hát ezek bent vannak, és... És ha valaki tudja, akkor azt te tudod. És ha te, akit most megtiszteltél bennünk, hogy elmondtad ezt, innentől kezdve nem csak te tudod meg én, hanem még mindegyik kedves nézőnk is. És hidd el, hogy vagy olyan személyiség, aki nem videó kell hozzá, hanem csak az emléke felidézése. Hát igen, és egyébként így is nézem meg a mostani olimpiai közvetítéseket, hogy én még ott szeretnék lenni, de tudom, hogy nem lehet. Tehát ez a legrosszabb. Nem, tehát ez erről, már... erről ne beszéljünk, kérlek, ez, mert ez innentől az idő múlása jön elő, amit most azért tényleg nem szeretnék szóba hozni. János, nagyon fölkevertem az emlékeket, kicsit szégyellem magam, de muszáj volt, mert azt hiszem, hogy ilyen cipőért ennyit nem dolgoztak meg még emberek, mondjuk szerintem a világon egyedülálló, tehát ezt úgy nézzük, igen, meg ezt a relikviát, amiből egyetlen egy darab van a világon. Egyetlen, igen, egy, mondom még egyszer, kedves nézőink, képzeljék el. Kérlek szépen, hogyha megmutatnád még, mert van egy emlékérem is azért erről az olimpiáról, hogyha már csillóbbat nem sikerült hoznod, hát, de azért ezt elhoztad magaddal. Ez az olimpiai ez a emlékérem, a részvételér, ezt minden egyes résztvevő megkapta. Ez a centenári olimpia, ugye 25. olimpiai volt. Pontosan ez az, tudtam, hogy még valamiről van valami nevezetessége. Nagyon-nagyon szép emlékérmet, amit azóta is ugye hordok magammal, és hát, hogy a csodában ahova lehetséges. Építettem egy házat, és abban van egy szép kandallom, és gondoltam, hogy annak az elejére bele fogom építeni, hogy az ott látható legyen. Aha. Kivehető a dolog, úgy terveztem. Ja, úgyhogy rendben van, azt hittem, hogy be akarod betonozni. Nem, kivehető legyen, de hogy az minden nap lássam. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt eddig elmondtad, és én most nagyon gyorsan, mert az időnk vészesen telik, vészesen eltelt, de manapság át fogunk ugorni nagyon sok olimpiát. Sajnos kénytelenek vagyunk, bár szerettem volna, és majd a jó Isten, hogyha egyszer még előtt és lehetőséget ad hozzá, akkor még szeretnének majd megkérni, hogy folytassuk ezt a beszélgetést valami másról is, ami talán a sportról szól. Ma viszont 2016-ot írunk, Rio de Janeiro-ban van az olimpia. Kicsit más lett, nem érzed úgy, inkább hagyd kérdezzem meg, más lett az olimpia hangulata? Mert én, vagy csak a kérdezőnek, vagy jelen esetben nekem az ideje múlt el, hogy kimondom, hogy megöregedtem, hogy már nem úgy tudom nézni az ezelőtt 20-30 évvel ezelőtti olimpiákat, mint a maikat. Tehát most már van egy olyan kimondatlan félelem, amely belengi az olimpiát is, mint ahogy belengte például a nagy segíts kérlek Franciaországban a foci ebét is. Tehát azt azért kimondjuk, vagy nem mondjuk ki, félelem van.
Igen. Ez valójában ugye 72-ben kezdődött ez a 72. A München természetesen, igen, tehát a ott kezdődött ez a dolog, ami a lemészárlása. Egyébként, hogy visszatérjek rá, hogy valójában hol kezdődött én, hogy én távolugró döntőt fogni. 72. szeptember 9-én születtem. Igen. Münchenben akkor volt a távolugrás döntője. Aznap. Ha, tessék, még egy kötődés. Még hát kötődés. Hihetetlen, János. Ez tehát, fantasztikus. És ez Daskovics Dénes, azt hiszem, ott is volt. Írd le egyszer, kérlek. Hát. Még előtted van rengeteg év, lesz időd rá. Na, szóval, hogy utána 96-ban volt nálunk a következő robbantás Atlantában. Ott Atlantában volt, volt robbantás, bizony. Volt robbantás. El is felejtik az emberek. Nagyon szégyellem, hogy ezt én nem tudtam, mert nem tudtam. Mi volt ez? Egy kisebb pokolgép robbant. Köszönöm szépen. Ott, ahol én tegnap, vagy előtte való nap jártam. Ott osztogattak ilyen emlék a sportolóknak, akik részt vesznek, olimpikonoknak ilyen hátizsákot. Hát a szponzoroktól kaptunk ilyen felszereléseket, és ott azon a téren robbantottak. És tudom, emlékszem, hogy egy birkózó kint volt, és nem találták, és hogy mi van vele, de szerencsére nem történt neki se problémája, csak ő nem. De halálos áldozatok is voltak, János? Én úgy tudom, hogy nem. Én tehát, hogy, mert tehát nem volt, jobban nem volt, hanem hogy robbantás történt. Tehát de minden esetre olyan dolog történt, igen, ami egy terror esemény. Abszolút. És ezelőtt 20 évvel történt. De az elkövetkezendő olimpiákon végigmehetnénk most rajta a Barcelona Szöulét. Nem voltak. Nem voltak ilyen. Ugye? Peking. Természetesen, igen, nem voltak, és most pedig természetesen reméljük, mint ahogy megúsztuk a foci EB, természetesen akkor most így sem lesz, de benne van a levegőben. Igen, sajnos. Ez de... Te se, én se tudunk ennek mit tenni. Tehát ez... Ki lehet ezt kapcsolni, János, egy sportolónak? Nem gondolsz rá. Akkor egészen más jár a fejedben. Nem, teljesen más, nem csak ezért. Mi sportolók akkor járjuk a világot. Menjünk körbe. Mindig repülőgépre ülsz, fölszállsz. Tehát minden egyes ilyen pontot, ahol ezek megtörténnek, minden nap mész rajta. Nem gondolod, hogy ez megtörténik veled. Tehát ez a sportolók egyáltalán nem foglalkoznak vele. Nem félnek. A saját uszodájukban vannak, tudják, hogy kell menni szállodába, tréning, étkezés, vissza. Tehát járják az után ugyanazokat az utakat. Nem jut eszükbe. Ez azoknak az embereknek jut eszükbe, akik foglalkoznak ezzel. A sportok nem foglalkoznak ezzel. Nekik más dolgok van. És azoknak az embereknek, akiknek úgy jut eszébe, hogy aggódnak, János, mert én biztos, hogy nem fogok felrobbanni Rio de Janeiroban, mert itt beszélgetek veled, meg egyéb okokból sem. De azért féltetek emberéleteket, ártatlanokat. Természetesen. Hát ez az emberi tulajdonság. Ennyi. Tehát ez így van, de a sportolók nem fognak ezzel foglalkozni, mert ténylegesen más dolguk van, és ezt teszik. Nagyon rossz dolog, hogy ez sajnos létrejöhet. Nem fog. Tehát ez nem lesz más. Ez ilyen lesz örökké. János, két dologról még föltétlenül szeretnék veled beszélni. Én már előtte megkérdeztem beszélgetésünk előtt a dopingügyekről, hogy szóljunk-e. Sajnos ki fog maradni a beszélgetésünkből, ezért mondom, hogy még egyszer nem fogod megúszni, egyszer remélem, hogy még összefogunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Két dologról mindenképpen szeretném, hogyha beszélhetnénk. Kedves János, a következő az az a bizonyos 2024 és Budapest. Komolyan mondom, még nekem is jó ezt kiejteni a számon, és borzong a hátam, hogyha budapesti olimpiára gondolok. Kérlek szépen, mint azért, aki ezzel sokkal mélyebben foglalkozik és benne vagy, látsz ennek reális esélyét? Szerintem minden olimpikónak azt kell mondani, hogy igen. Erre itt, gondoltam, itt hogy kell ezt lenni, fogod mondani másodszor. Lennie kell, és utána pedig vállalkozó, gazdaságban dolgozó ember vagyok. Tehát óriási pénz, amit ez a magyar állam, én nem, sajnos nem hiszem el, hogy létre tud hozni. És Budapesten nekünk nincs helyünk. A Csepel-sziget van kialakítva, hogy ott lesz a olimpiás. Szerintem nem látják át, hogy nincs erre hely, hogy itt 24 ezer embert elszállásolni egy helyen. Hogy ebből 20 ezer versenyző és 4-5 ezer média. Tehát nincs szállodánk nekünk erre felkészülni. Nem lehet, hogy itt szállodákban össze, ez olimpiai falu. Tehát ez nem is erről szól, hogy szétszóljuk a sportolókat. Igen, Georgia egyetemnek a egyetemi falu lett, tehát azért lett. Azok a szállásnak épültek, hogy az egyetemisták ott laknak. Ahol én aludtam, most egyetemisták laknak. Az ottani olimpiai úszoda, a baseball stadion bent, és ami van, az egyetemé lett. Tehát egyértelműen 100%-os kihasználtsággal működik tovább.
Tehát nem csak arra az alkalomra építették fel, igen, és aztán vége, hanem azt már a tervezés és a kivitelezés időszakában is erre szánták. Igen, igen. Tehát megvan a másodlagos funkciója azonnal. Nyilván legyen, mert nem az a, az a dolgunk, hogy mi is azt mondjuk, hogy nagyon szép, meg nagyon jó lenne, de inkább a vezetőinknek az, hogy azért ezt okosan, hogy fú, tehát nekünk az a szállás mennyiség, és át tudsz menni Budapesten. Hogy ér oda a faluból az a busz, akinek megy a döntője? Akkor, amikor éppen dugó van, de feltételezem, hogy talán akkor olyan stádiumban gondolják azt, hogy már ez nem lehet probléma. János, én csak a... Rákóczi út nem lesz élesebb már. Az első, hát nem lesz élesebb. Vagy ne Isten őrizze, hogy lebontsák az egészet. János, a másik kérdésem, amit föl kell tegyek szintén, ami annyira foglalkoztat, és amit ezelőtt 20 évvel, amikor hoztad a kalapodat, mert akkor az volt az egyen ruhátoknak, ugye formaruhátoknak az volt a fehér kalap, jól emlékszem, hogy fehér kalapban volt, fehér, és kék volt a zakolt. Kék, zöld szalag, helyes volt. És akkor is kérdeztem tőled, és most is ez jutott eszemben, hogy az olimpia, nem a szellemiséggel, annak a jövőjéről szeretném megtudni a véleményedet, hogy meddig fokozható, hogy az emberi teljesítményeknek a határai, azok egyszer végesek lesznek, de íme saját magamnak mondok ellent, mert világcsúcsok, olimpiai csúcsok születnek nap, mint nap. Lehet, hogy csak 20 év múlva fogják megdönteni őket, de mégiscsak jön egy ember, egy új Carl Lewis, akit még lehet, hogy most született meg, de bízni kell ebben, és hogyha nem folytatjuk ezt a tevékenységet, hogyha az olimpia szellemisége, az eszmeisége, hagyjuk magát az eszmeiséget veszni, akkor nagyon sok mindent vesztünk. Mi erről a véleményed, János? Hát igen, mint olimpikónak tudom, és de mint gondolkodó embernek is szeretném tudni. Tehát igen, tehát ami mondta, tehát ez nem veszhet el, és nem is fog. Egyik oldalról azért, mert ezt az emberek akarják, tehát kívánják, várják 4 évre viszonylag. A sportolóknak lehetsz világbajnok, Európa-bajnok, de olimpiai bajnok akarsz lenni. Tehát ez a sportolóknak is fontos. Nem beszélve az egész az üzletről. De nyilván ez is az üzletről szól, és az üzlet irányítja már az egészet, hogy ki, hogy, mikor, hogy. És egyébként, ha megnézed, nincs reklám. Tehát olimpián egyedül nem lehet reklámozni semmit, semmilyen terméket. Ez nagyon, és mégis ez irányítja a reklám őket, mert azért tudjuk, hogy Usain Bolt melyik cuccba fut. Tehát azért mindenki tudja, hogy mi, és ez óriási reklám mégis, mert azt azért engedik, hogy nyilván nem kell. Hogy rajta szépen, legyen ez a kis valami jel, azon az a... ugró állatot legyen rajta. Aha, ugró állat van rajta? Igen, hát nem tudom, miért ilyen pipára gondoltam, de mindegy. Nem érdekes, most majd teljesen összekeverjük, igen, a kedves nézőket, nehogy reklámozzunk. Igen, és tehát ez, szerintem ezzel nem lesz ténylegesen semmi baj, mindig fogják csinálni az olimpiát, mindig akarják... Régen is volt, hogy nem volt olimpia egyik, mert hogy háború volt. Erre gondoltam. 32. Akkor, de lett legközelebb. Tehát a következő 4 év múlva lett. Tehát ez nem probléma. Látod, hogy mennyivel régebb a régi olimpiák mennyivel szebbek voltak? Mert akkor azért, a háborút hagyták abba az olimpia kedvéért. Azért lehet, hogy adok neked egy könyvet, és meglepődsz a dolgokról, hogy az a könyv, az a, igen, hogy az olimpia és a politika. Hogy miért kellett egyik csapatnak nyernie, és miért nem nyerhetett a másik olimpián. és hogy Hitler miért nem fogott kezet az amerikaiakkal. Segíts kérlek a rövidebb futót, Owens. Hát Jesse Owens. Jesse Owens, így van. Hát Hitler miért nem fogott kezet? Hát csak hát. De egyébként úgy kezdődött, hogy a férfi magasugrók volt egy német, aki meg fogja nyerni, és két amerikai nyert. Aha. És nem fogott velük, nem adta át egyenlet, pedig megjelent. Aha. És azt mégse ő. És akkor neki órási fordult a fejébe az, hogy mi az, hogy fehér ember, feketék nyerik az olimpiát is. Úgy. Tehát ugye, na ez a könyv azért nagyon leírja sok oldalon keresztül, hogy ott hogy húztak kesztyűt a kezükre, és miért kesztyűvel állva a 200 méteres döntők, miért így a rabszolgaság ellen hirdettek. Tehát ott jelek vannak, amiket az ember nem tud, hogy miért történt. Hát és műsor után ezt a könyvcímet és írót nekem el fogod mondani, János, és én akkor megszerzem. János, nagyon szépen köszönöm. Egy címelet, esküszöm, nem emlékszem, hogy elmondtuk volna, de te Mezőtúrváros díszpolgára vagy. 1996-ban nyerted el ezt a címet, ha jól emlékszem, október 23-án kaptad meg. Én úgy érzem, hogy jó helyre került ez. Gratulálok neked mindenhez az eddigi életedben. Úgy érzem, hogy
hogy irigylésre méltó ember vagy, függetlenül attól, hogy akárhányadik volt a harmadik ugrásod, ez egy teljesen másodlagos dolog. Hidd el, én ezt azt mondom, hogy nem lennél több ember akkor, hogyha éppen. Lehet, hogy anyagilag több lennél, nem tudom, hagyjuk, nem érdekes. De a megbecsülés így. Úgy érzem, hát hogy az megvan, János, és kívánok neked tényleg nagyon hosszú, boldog életet, és nagyon szeretném, hogyha ezt a beszélgetést majd valamikor még azokról a kb. 15 kérdésről, amit már felírtam, még folytathatnánk, mert ezt valóban csak az olimpiákra gondolt szánni, de azt viszont nem gondoltam, hogy ilyen érdekes és ilyen izgalmas lesz ez a történet. Örülök neki. Köszönöm, hogy itt voltál, János. Kérlek, búcsúzzal a kedves nézőktől, mert kifutunk az időből. Jó, hát köszönöm. Kedves hallgatók és nézők, én is örülök, hogy meghívtak egy ilyen jó műsorba, egy jó beszélgetésbe. Mint látják, azért óriási élmény egy ilyen, tehát nagyon sokat lehetne róla beszélni, és nagyon jó. Én ajánlottam már régen, hogy egy mezőtúr építsen fel egy ilyen olyan sátrat, amiben a sportrendezvényeket igenis közvetítsük. Ki kell ülni, nem kell oda 20 ember. Hát, és ott meg lehetne hívni ilyen embereket, és ott is el tudom mondani, hogy mit csinálnak most, és még csak 10 perc múlva jönnek. Hogy most mit csinálnak, és ki mit történik, hogy mik történnek. Amit az tehát életben a nem mögött tudnánk, mi történik. Nem igen. Tudnánk meg. Sose. Szívesen tennék. És biztos vannak mások is, csak ezt ki kellene építeni egy ilyen helyet, hogy minden egyes, mert vízilabdánál is van, kézilabdánál, futballnál is, biztos tudnánk, és egy ilyen szurkolói sátrat lehetne fixen. Tehát, hogy ne felhúzzuk, lehúzzuk. Egy ilyet. Még egy dolgot mondani kell, mert tehát, hogy minden mennyire összefügg, hogy aki az olimpiai karikákat látja, ebben benne van, hogy én mennyit ugrottam távolba? 808. Az öt karika. Pontosan. Annyi. Kettő, három, négy. Hát így, hogy a kettő, ezt összerakom, az egy 8-as, középen egy 0, a másik megint egy 8-as. Tehát, hogy... Stimmel. Jól van. Hogy, 8-as, úgy mentél ki. Ez is, tehát hosszú ez volt is az út, de tehát az elejétől kezdve nekem így kellett csinálni, mint hogy akkor volt a Müncheni távolugró döntő, ezt végig kellett csinálnom nekem, hogy ott kellett lennem egy távolugró döntőbe. Ez az eleve elrendelésnek a... Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghívást. János, kedves, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és kívánok neked nagyon hosszú és sikeres, boldog és egészségben eltöltött esztendőt. Kedves nézőinknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Azt hiszem, nem mindennapi beszélgetésnek voltunk fül és szemtanúi. Jövő héten nem ígérek ilyen izgalmakat, mert ezt már túlszárnyal úgy érzem, hogy nehéz lesz, de jövő héten is fogunk találkozni. Úgyhogy nagyon nagy tisztelettel köszönöm a figyelmüket, kezdjük csak olyan, és viszont hallásra.